Ebben a mai videóban a káliumhiány tüneteiről és a hiány megszüntetéséről lesz szó. Üdvözöllek itt Ujjai Szabolcs Zoárt! A káliumhiány az egyik legelterjedtebb hiánybetegség, és sajnos sokan nem tudnak róla. Azért ennyire elterjedt, mert a modern életmódunk hatására a szervezetünk igen nagy mennyiségben fogyasztja a káliumot. Másfelől a hagyományos vértesztek során nem lehet kimutatni a káliumhiányt, mivel a kálium 98%-a a sejtek belsejében halmozódik fel, és csupán csak olyan 2%-a található meg a sejten kívüli terekben. Éppen ezért az alacsony kálium szintet a szervezetedben igazából a megjelenő tünetekből tudod kikövetkeztetni elsősorban. Hazalábi tünetek közül több is jelen van nálad, nagy az esély rá, hogy alacsony a kálium szinted. A káliumhiány 10 leggyakoribb tünete a következő: az izomgörcsök vagy az izomgyengeség, a magas vérnyomás, a rendellenes szívverés, a szívdobogás érzet a fülben, például este, amikor lefekszel, a gyakori erős cukor iránti vágy, a magas inzulin szint, az a prediabetes állapot, a gyakori székrekedés, az álmatlanság, a szorongások és a hajhullás. A cukor az édesség utáni vágy azért jelentkezik káliumhiány esetén, mert a kálium segítségével tárolja el a testünk a glükózt például az izmokban. Így ha nincs elég kálium a szervezetedben, nem tud megfelelően működni a cukor anyagcsere, azaz nem tud beépülni a glükóz. Tehát ha sok finomított szénhidrátot viszel be, igen gyorsan lecsökken a kálium szintje a szervezetedben, és pontosan emiatt alakul ki elsősorban nagyon sok embernél a kálium hiány. A másik ok a stressz, de erről majd a későbbiekben. Cukorbetegeknek, illetve a prediabetes esetén is fontos, hogy minden nap elegendő káliumot vigyünk be, mert ha van elegendő kálium, kevesebb inzulinra van szükség a szervezetünknek, azaz a kálium hatására jobban tud hasznosulni az inzulin is. A szorongás és az álmatlanság pedig azért jelentkezik alacsony kálium szint esetén, mert a káliumnak együtt a magnéziummal nyugtató hatása van a testünkre. Nyugtatják az izmokat, az idegrendszert. Éppen ezért a káliumot érdemes együtt pótolni a magnéziummal, már csak azért is, mert általában, ha alacsony a kálium szintje a testedben, nagy valószínűséggel a magnézium szint is alacsony. A káliumból a napi átlag mennyiség, amire szükségünk lenne, az 4000 mg, ez nagyon sok. Például egy banánból, mely gyümölcsről ugye sokan tudják, hogy sok benne a kálium, csak 600 mg kálium található meg. És hát a banán nem a legjobb választás a kálium pótlására, mert ugye magas a szénhidrát tartalma, tehát igazából ahogy megeszed a banánt, a tested fel is használja a benne lévő káliumnak a nagy részét, annak a cukornak a feldolgozásához, ami a banánban benne volt, illetve hát sok banánt kéne ugye megenni. Más szóval a banánnal ugye nem lehet igazán káliumot pótolni. A káliumot étrendkiegészítővel tudod pótolni a leghatékonyabban, ez ugye jó hír, ami viszont rossz hír, hogy jelenleg nem igazán kaphatók nagy káliumbevitelt biztosító készítmények hazánkban. A káliumból olyan étrendkiegészítőt érdemes keresni, amiben kálium citrát van, mert ez az egyik legjobb felszívódású. Ez lett tehát az első fontos lépés a kálium pótlásához, étrendkiegészítők segítségével kiegészíteni a napi szükséges mennyiséget, mely mint korábban az előbb említettem, napi átlag 4000 mg, azaz 4 g. Én amikor több szénhidrátot viszek be, vagy stresszesebb időszakon van, étrendkiegészítő napi 1500-2000 mg káliumot pótlok naponta pluszban. A második lehetőséget a kálium pótlására a zöldségek és a gyümölcsök jelentik, melyek közül a 10 legjobb a következő: az avokádó, az édesburgonya, vagy másik nevén a batáta, cseréld le a hagyományos krumplit batátára, a céklaleve, a mángold, a spenót, a borsó, a limabab, a gránátalma, a tökfélék és a kókuszvíz.
Tehát ha alacsony a kálium szinted, javasolt ezekből napi rendszerességgel akár többet is enni, bevinni belőlük, például amit lehet önmagában, a zöldségeket salátában, nyersen, vagy turmixokban, vagy párolva, vagy például a batátát sütve. Fontos még a káliummal kapcsolatban azt is tudni, hogy egyes gyógyszerek is csökkenti a kálium szintet, főként a vízhajtók, a hashajtók, illetve itt lehet megemlíteni a hányást és a hasmenést is, melynek hatására ugyancsak csökken mind a kálium, mind a magnézium szintje. Ilyenkor szoktak az orvosok elektrolit tartalmú készítményeket, tehát káliumot, magnéziumot és más ásványanyagokat tartalmazó porokat felírni, melyeknek a segítségével visszapótolható a kálium és a magnézium szintje a szervezetünkben. A túl sok vízfogyasztás is le tudja csökkenteni a kálium szintet, mivel a túl sok víz lényegében kimossa a testünkből az ásványi anyagokat. Például napi 4-5 liter víz egyes embereknél már okozhat ilyen jellegű problémát. És ami nagy valószínűség a legtöbb embernél csökkenti a káliumot, az a stressz. A magas kortizol jelenlétében, tehát a stressz hatására drámaian fogyasztja a testük a káliumot, tehát gyorsan csökkennek a készleteink, azaz stresszes életmód esetén még inkább fontos a kálium szintre odafigyelni. A káliumnak számos fontos funkciója van a testünkben, a szívműködésre pozitívan hat, a pulzusunkra is csökkenti a stroke esélyeit, illetve hozzájárul a magas vérnyomás csökkentéséhez is. A kálium hatására kevesebb izomgörcs alakul ki a testünkben, mely például sportolóknál, illetve edzések esetén fontos. Ez azért van így, mert a kálium segítségével tud a kálcium bejutni az izmokba, a kálcium pedig kulcsfontosságú ahhoz, hogy az izmok ellazuljanak, hogy megpuhuljanak. A kálium a csontok egészségéhez is hozzájárul, főként ugye a kálium citrát hatására csökken a csontritkulásnak az esélye. A kálium fontos a gyomorsav termelődéséhez is, tehát alacsony kálium szint esetén az emésztésednek a minősége is romolhat hosszú távon. És végezetül ott van a nátrium-kálium pumpának nevezett kulcsfolyamat a sejtjeinknél, melynek lényege, hogy a kálium a sejteken belül maradjon, míg a nátrium a sejteken kívül, illetve ez a folyamat egyfajta elektromos feszültséget indukál, amelynek az a célja, hogy a tápanyagok, az aminosavak, a glükóz és mások ugye bejussanak a sejtekbe, illetve kiussanak onnan. Hogy mennyire fontos ez a folyamat a testünkben, azt az igazolja, hogy az elfogyasztott ételekből nyert energiának kb. A 30%-át a tested erre a célra fordítja, azaz a nátrium-kálium pumpa működtetésére. Remélem érdekesnek és hasznosnak találtad ezt a videót, és tudtam neked segíteni. Ha van tapasztalatod, véleményed a témával kapcsolatban, írd meg a hozzászólásokba, személyes kérdéseidet pedig küld el nekem e-mailben. Ha még nem iratkoztál fel a csatornára, ne felejts el feliratkozni, mert így kapni fogsz értesítést a következő hasonló videókról. Itt Újhelyi Szabolcs Zoárd, ebben a videóban a káliumról volt szó, találkozunk a következő videóban, addig is az egészség legyen veled!